Sziasztok! Clark Dávid vagyok, újságíró. Engem kért meg a Telekom, hogy beszéljek arról, miért volt akkora nagy szám, hogy megvertük Angliát 6-3-ra 1953-ban. Nem tudom, hogy miért kértek fel erre, nem tudom, miért csinálom ezt a videót. Én egy szót nem írtam soha fociról, nem szoktam sportról írni, én filmekről, meg sorozatokról írok, meg egyszer írtam arról, hogy milyen egy szauna bajnokság, meg hogy milyen egy nagyon nagy rántott húst megenni, de a focihoz nem sok közöm van, őszintén szóval se tudom, hogy kik voltak az aranycsapatban, meg mi volt az egész meccs, és hogy nem tudom. A 6-3 olyasmi a történelmünkben, mint egy fordított mohács. A törökök eltángálták az egész nemzetet 1526-ban, mi meg legyűrtünk egy nagyobb, fejlettebb, szabadabb országot 1953-ban. És ha jobban belegondolok, ez volt talán az utolsó nagy magyar teljesítmény, ami mögé az egész ország egy emberként be tudott állni. Szóval most előbányáztam egy csomó régi újságot, megmutatom, nézd meg, tehát hogy ott volt a Nemzeti Sport, végig között tette az egészet, verset írtak erről, ezt vagy a politika próbálta úgy beállítani, mintha ez a politikai rendszernek a sikere lenne, tehát hogy tényleg most megmutatták az imperialistáknak, hogy amint lement a meccs, már az ilyen ipari brigádok hívták őket telefonon, hogy fognak túl teljesíteni Puskásék tiszteletére, meg hogy a hat gól miatt 6 tonnával többet fognak termelni. A Pajtás újságban Hidegkuti írt egy cikket arról, Hidegkuti, mindegy, hogy milyen volt berúgni azokat a gólokat. Hogy is mondjam, az emberek nem látták, tehát hogy nem voltak szemtanúi valaminek, fültanúi voltak maximum, de hogy nem voltak szemtanúi valaminek, amit aztán egy ilyen sorsdöntő dolog volt. Sajnos nem tudtam megúszni a dolgot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy végignézem a meccset. De melyik a magyar? Össze-vissza rángatják a kamerát. Ez mindig ilyen király, hogy az első percben gólt lőnek, mert ez olyan, mint amikor a Forma 1-ben mindig az első kanyarban történik valami, hogy onnantól így már ott eldőlt. Amúgy tényleg szép gól volt. Nyomás alatt vannak az angolok, hát nem szállítottak a csibészekre. Gól! Azt a ez semmiből jött. Nem adta meg ezt a gólt. Hol a visszajátszás? Megmondom hol, sehol. Szóval az elég pengén nyomják. Mivel egy majdnem 70 éves foci meccset nézek, ezért most le kell főznem egy kávét. Nem jó? Nem lesz rossz. Neked jó lesz. Nincsenek grafikák, nincs visszajátszás. Ilyen puritán eszenciája ez a focinak. Ezen a ponton már végignéztem, ahogy a magyar csapat 6-3-ra megveri az angolokat. Most már azt is meg akartam tudni, hogy miért. Hello! Viszont akkor bele is vágnék a lényegbe. Tehát, hogy én egyébként tényleg nagyon keveset tudok a 6-3-ról magáról, meg úgy általában a magyar fociról is. Miért volt ez a meccs? Miért volt akkora nagy szám? Vagy milyen volt a... Tehát, hogy ja. Meg se tudom fogalmazni a kérdést rendesen. Nagy meccs volt, vagy érdekes meccs volt. Ugye azért a mai szemmel nézve nem tűnik olyan nagy dolognak, hogy a magyar meg az angol válogatott játszik egymással, de azért egészen más politikai klíma volt akkor. Az 52-es olimpián jött össze ennek a meccsnek a leegyeztetése, és ott a Sebes Gusztávot keresték meg, hogy milyen jó lenne, hogyha játszana ez a két csapat egymással egy felkészülési meccset, vagy egy hírverő meccset. Hát persze volt ebben egy propaganda lehetőség, hogy akkor a gaz imperialistákat meg lehet verni, és meg lehet nekik mutatni. Már utólag nagyon úgy tűnik, hogy meg a mérkőzés is azt mutatta, meg a visszavágó, hogy itt azért klasszis különbség volt a két csapat között, és valószínűleg utólag most már ez nyilvánvaló. Azért abban az időben azért mindenki úgy tartott, hogy az angolok a futball tanítómesterei, és hát nem biztos, hogy ebből a kirándulásból feltétlenül jól jövünk ki, vagy mi vagyunk az esélyesek. És szerintem, hogy hát, ha ezt a körítést nézed mellé, akkor szerintem érthető, hogy már előre miért harangozták úgy be Angliában, hogy az évszázad meccse következik. Aha. És figyelj, mondtad, hogy ilyen klasszisbeli különbség volt a két csapat között, tehát ez miben nyilvánult meg? Tehát azon kívül nyilván, hogy sokkal jobbak voltunk egyértelműen, de hogy akár ilyen technikában, vagy erőnlétben, vagy... Taktikai különbség volt, a futballról való gondolkodásnak olyan sokkoló különbsége volt, ami az angolok erre nem voltak fölkészülve. Tehát ez abban a korszakban, amikor kvázi ember-ember ellen játszottak, hogy akkor a jobb hátvéd fogta a bal szélsőt, és fordítva, akkor az teljesen feldolgozhatatlan volt nekik, hogy ezek miért szaladgálnak össze-vissza. Szóval erre egyébként speciálisan készült a magyar csapat erre a meccsre, vagy egyszerűen már megvolt ez a játékstílusuk, és... Ugye a hozatott labdákat Angliából Sebes, pontosan azért, mert azok a labdák, amiket kint használtak, akkor a Szigetországban azok kisebbet pattantak, egészen más volt azokat megérinteni, máshogy kellett velük játszani, és akarta, hogy a csapat ezt is szokja, angol labdákkal játszanak.
illetve ugye a Wembley lemérte, hogy mekkora Wembley, és ugye az edzőpályát, ahol gyakoroltak, azt pontosan ugyanakkora méretűre vonalasztotta föl, mint a Wembley-t. Ja, igen, ez olyan, mint egy ilyen Ocean's Eleven filmben, nem? Tehát, hogy tervezik így a bankrablást, így felépítik a banktrezor mását, és nem igen. Tudom, hogy ez nagyon kemény. Azt gondolom, hogy ez 50-es években ez a típusú fókuszáltság, meg ellenfél specifikus felkészülés, ez hát messze megelőzte a korát, de ezért jól mutatja, hogy itt azért volt veszíteni való bőven. És tényleg egyébként ez betonozta be így az aranycsapat legendáját kb. Vagy hogy én vagy úgy képzelem, hogy eddig is ilyen iszonyatos sztárok voltak Magyarországon, tehát nem kellett 53 őszéig várni, de gondolom ez már ilyen stratoszférában repítette őket, nem? Nyilván óriási szeretet özönt kaptak, meg óriási elismerést, nyilván a politika ez maximálisan kihasználta ezt a győzelmet, ahogy azt az elén is mondtam. A nemzetközi figyelem, meg a nemzetközi reputáció, az volt az, ami igazán megjött ezután a meccs után. Tehát most már nem nagyon lehetett elintézni az aranycsapatot, vagy a magyar válogatottat ezután annyival, hogy jó, hát itt a vasfüggöny mögött játszogatnak, aztán megveregetik az ellenfeleket, de majd a VB-n majd kikapnak valakitől. Azt gondolom, hogy innen datálódik az, hogy a magyar válogatott a VB első számú esélyese, majd az 54-es VB, Európából legalábbis biztosan. Figyelj, nagyon szépen köszönöm, tényleg kimerítő volt, és pontosan erre voltam kíváncsi. Köszönöm. Jó van, ciao, szia! Én egy olyan újságíró vagyok, aki főleg popkultúráról szokott írni. Szóval ebben az egész sztoriban is az érdekelt, hogy lehet valami egy ekkora számba menő esemény, miközben a magyar popkultúrában csak hébe-hóba lehet találkozni vele. Hobó is írt egy számot a meccsről még 1986-ban, de az sem a mérkőzésről szól, hanem inkább arról, hogy az akkori rendszerben hogyan fogadták ezt az egészet. Tímár Péter is rendezett egy filmet Jászd újra tudti címmel, de az is inkább arról szól, hogy Eperjes Károly visszamegy a múltba 1953-ba, és mindenki holdkórosnak nézi. És tudjátok, mi az egy dolog, amivel nem csak hébe-hóba lehet találkozni? Puskás Ferenc. Az aranycsapatból ő az egyetlen, akinek az arca ott virít minden szuvenírboltban. És hogy ennek a meccsnek miért nincsen nagyobb lenyomata a magyar popkultúrában? Szerintem az lehet a megoldás, hogy emberek egyszerűen nem látták. Hogy egyértelmű, hogy a 6-3-at csak úgy lehet megérteni, ha megnézzük a meccset. Ha megnézzük, hogy hogyan játszottak ezek az emberek, milyen volt az akkori meccsek hangulata, milyen volt a közvetítés, és milyen volt az, amikor ez a 22 ember a pályáról hangált. És nem sokára a lehető legjobb minőségben tudjuk ezt a meccset megnézni. Thank you.